Üdvözlök ismétlen mindenkit! Látod, hogy egy Gigabyte GA 3800-as NS laplapra lesz majd telepítve a legújabb Ubuntu verzió, ami még beta állapotban van, vagy az sem lényítsen. És másnak a boot menüt. Bebutoljan az alaplap. Ez a Ubuntu 19.10-es volt rajta, majd ez meghibásodott, valami a rendszerében történtek valami változása, nem lehet tovább menni vele, hibát kap, hiába van másik kernel verzió elindítva, akkor ugyanaz a hiba lép fel benne, ez miatt kétlen leszek rá tápítani egy másik Linux Ubuntu verziót, ami a legújabb lesz. Én még megkeresem az alaplapon a boot menüt. Húzva, másik feles, és mindjárt fog indulni a telepítője az Ubuntu 19.10-esnek. Itt van, hogy is lehet. Nézd ki! Ki lehet esetleg próbálni, hogy milyen is a az újabb verzió, mint hogy mielőtt fel lenne telepítve a gépre. Kell, hogy betöltődjön. Betöltődött. Kellett válaszolni, hogy is lehet tenni. Vissza lett rakva számítógépbe a flash. Van ilyen telepítője neki. Rá lehet klikkelni arra, hogy legújabb verziója, és nem ajánlatos telepíteni gépre, de szerintem úgy VirtualBox-ba próbálgatni nincs értelme neki. Sokkal több mindent meg lehet tudni a rendszerről. Hogyha fel van telepítve, rendesen, és akkor kellett válaszolni a nyelvet, lehet angol, magyar, szerb, horvát, rengeteg nyelv van benne, japán, kínai, minden, és akkor angol nyelven hagyom, fel kell klikkelni, hogy continue, tovább, válaszolni a billentyűzetet, legyen angol, az alap beállításon, majd tovább lehet felmentíve a rendszer,
lehet tovább nézni, normál. Van minimális telepítés. És lehet tenni. Nézzük, milyen alkalmazások vannak rajta. Szokásos verziók. Mégis csak tesztverzió, LTS, inkább legyen rajta minden. És a frissítéseket telepítse föl, amikor töltse le a frissítéseket, amikor telepítve van. Rá lehet klikkelni, és majd ez még tovább fog folytatódni. Van, megtalálta a flash-en. Jobb, legjobb, ha manuálisan van, végrehajtva ez a rendszer, egy Keystone Data Travel 15,5 GB-os flash-en. Fogni. Módosítás. Törülni. Nyíra kell menni. Meg. Akkor tisztára le kell törülni a diszket. Tározva, hogy hol is vagy, kb. Rád legyen Budapest, magyarulban kimutatva akkor az idő. Kölni a felhasználó nevet. Kódot is neki. Kezdett telepíteni a rendszert.
látható, vagy mi kis tartalmazza a distro, VLC, lejátszót. Javás mindent! Látható minden alkalmazás. Fel a telepít rá! Itten. Verziók. Az, mint szokott lenni. Meg lehet nézni az interneten. Milyen újdonságokat is. A maga a rendszer. Újdonságokat is kapunk. Dut egy Freefox böngésző. Láthatóvá is válik. És várni kell, hogy betöltődj a megterhelő a rendszernek. Van telepítve. Közben egy böngészőt benyitni. Nyugodtan meg fogja nyitni. Meg is nyitotta. Ubuntu. Szetorája lett frissítve. Ujja. Kapod? Itt van ez az afrikai se kutya, se macskának nem néz ki. Oda vaszkáron él. A fosza. Két. Inkább a macska keveréknek néz ki. 5 éven át lesz támogatva. Testing. Freeze verzió. És itt van beta verzió, április 2-án van. És április 16-án van hivatalosan kiadva. Ki lesz bőle szedve az Amazon böngésző rész. Nincs bele rakva. X-Org tovább lett választva. Kisebb ISO image. Kisebb lemezkép. ZFS. Telepítési támogatás, legújabb kernel verzió 5.5-ös, GNMO 3.36. Most ez a fejlesztések, akkor most lényegében nézve ugyanaz, mint a 19.10-es. Újabb. Ilyen szoftveres, driveres megoldásokat nincsenek írva.
hogy mik is vannak. Újabb háttérképek. És lehet fotózni. Újabb háttérkép. Szerintem akinek van telefonja, csinál magának egy háttérképet, és azt berakja. Szerintem nem olyan nagy újítás. Meg újabb a multimonitor supportja lesz neki. Jó kérdés, hogy milyen kártyán van támogatva. Nyilvánvalóan Nvidia-s kártyán lesz ez supportatva. Mi olyan felső kategóriásak átlagban. 1050-esek minimum. 1650-esek. Meg ilyen közé kategóriában nem lehet gondolkozni. Minimum ilyen. RX 590-esek, 580-asak, amik vannak támogatva. Nem pedig ilyen régebbi, gyengébb grafikus kártyák. Lesznek tesztelve. Mit is fognak nyújtani? Ilyen szolgáltatásokat. Ez mit ír az ITFOS? Oda. Milyen újítások is vannak majd benne. ZFS rendszer. Semmilyen át kell virtuál boxba rendszer futtatni. Inkább a Windows 10 meg ilyen 7-esek mehetnek ilyen virtuálisan, nem pedig az Ubuntu-k. Szóval sincs egy értelme. Lepíti a rendszert. Ennyi. Másik oldal, miket is vannak adni, támogatni. Itt látható a dátumilag. Van tolva egészen 20 van kiadva, és 2030-ig kap, 2031-2036 februári kap biztonsági frissítéseket. Itt van az a 18 LTS. Pontosan lesz támogatva. Mindig el vannak keveredve
Windows 7 befog több frissítést, ideje átállni a Ubuntu-ra. Marketinges már. Most írnak? 3 napot cikk. Mik is lesznek benne? Mik nem? Tizenhat darab kommentet kapott. Supportuk van. Más minden. Itt is egy a fontos. Ilyen rendszert. Distrót. Futtat. Számtalan van. Ez ilyen Debian alapú rendszer. És vannak felesztve. Vannak, amik jobbak is elni. Ez a Fedorák, OpenSUSE. Van az a Slackware. Talán egyszer kipróbálok. Az egyik legrégebbi distro rendszer. Egyszerűen kell próbálni. Lesznek itt a tesztek is. Ilyen hangkártyák. Egyéb más eszközök. Egyáltalán illettek-e felesztve. Feleszketik a rendszert. Itt van onnan szépen, hogy NVIDIA-s kártyák vannak támogatva. Egy 2012-es cikk. Hogy NVIDIA nem nyílt forráskodó, és ebben nagyon nem lehet tudni, hogy mi is történik. 12-ben. Más minden volt. Még csak az van jobban írva kártyákra rá a driverek, mint a CMD-sekre. Így képtelennek asztalt venni. Meg. Nézd, hogy is áll a telepítés. Vasocskám már 25 perce. És nem zárom be. Csukosom az ablakokat. Látni. Mesékel frissíti a Ubuntu-t. És talán be fogja fejezni a rendszert, telepítését, meg a frissítését is. Jó, lassú, elég jó internetem van, 2 MB pár szekundumos a letöltési sebessége. Meg fog látszani majd a videónak a hosszán is. Meddig is tart egy 2 MB-es internet sebességű nettel frissíteni. Nem lassan net, hanem jó, stabil inkább. Elhiszem, hogy vannak ilyen sokkal gyorsabbak,
de azok olyanok, hogy nem lehet rajtuk streamelni, nagyon gyatrák, késeltetés van, úgy vannak szétosztva, hogy nem lehet rajtuk streamelni. Kétlenül voltam ebben az opciót, opcióval letelt, van a gyors internet, aztán meg a lassú internet. Ugyanaz hatás kellett várni a két MB per szekundumot is, de addig nem nézel tévét. Egyszerűen nem folyásod be a tévé. És akkor van ez a videó, ami már kb. 26 percet tart a telepítése neki, és mit csinálsz 26 percig? Ha nem folyásolod semmi sebben. Semmi, se hirdetés, se reklámok, se egyéb más, elgondolkozzol azon, hogy mit is lehetne csinálni. Most itten dumálok, már 20-23 percet biztos már folyton dumálok, már mindent dumálok. Mindent. És itten dolgozik az agyam, hogy dumálok. De hogyha tévét nézek, van a kép, a virtuális kép, amíg a hang, mi történik, süketelek a füleimre, meg rontom a szemet. De itt most éppenséggel az agy van dolgoztatva, hogy mit is mutasson be, hogy mit is kell mondani. Eddig lett mondva a disztró, lett mutatva, nagyjából, hogy micsoda az elején, erről volt szó, akkor volt a milyen grafikus kártyát érdemes venni, mint az van jobban letámogatva. Na, volt olyan cikk is, ahol nők szerint az nem jó, mert nem nyit forráskódó, barátok. Nem tudom annyira, az éppen szerencsére a Gigabyte GA3800NS alaplapban van integráltatva ilyen kabinik, azok támogatva vannak ilyen nyit forráskódó meghajtóka, így nincsen eddig semmi gondom sem volt velük, nem kell telepíteni. De voltak olyanok A-szériás AMD-sek, amikben nem volt abszolút támogatva se a processzor, se a grafikus meghajtó, oda kételen voltam egy Nvidia-s kártyát, tennél is már és megoldódottak a problémák. Ez is attól függ, de lehet nézni egy részben, igaza van neki. Hogy kianak felesztve, rendes ez a distro, de nem a legolcsóbb verziókra. Meg lehet érteni most, veszél egy számítógépet. Köszámolod a Windows 10 Pro, kerül a legújabb verzió, legálisan veszed, nincs egy céget, 33.000 dinár. Annyiba kerül, ami folyton kapja a frissítéseket. De vannak olyan leározottak, amik az adott verziókra vannak, és meg van, mendig van. Akcióban vannak még 23, 20 vagy 25 ezer dinár. Szóval itt van ez a distro. Itt forráskódó, vissza rajta kódolni, weboldalt csinálni, egyéb más mindent. Pénzszerzési lehetőségek vannak benne. Sokkal több minden, de a Microsoftban nyilvánvaló, hogy nem azt a legolcsóbb akarod programozni. AMD-s kártyák, ilyen A-szériások. Azt mindenek vettem meg, bánva már. Egyszer nincs se támogatva Windows 10-re se, max van, Windows 7-ig van, driver, tovább nincs hozzá semmi támogatás. Meg XP-k volt, meg Windows 7, tovább semmi, nincs adva mellé. Itt mégiscsak, ami célszerű olyan hardware-t jobban átolvassa a netet, ami van támogatva. Amik látszik, hogy ki van fejlesztők, pont arra a verzióra, kártyákra van fejlesztéseket hajtanak végre, olyan megvenni. Szóval, hogy gondok nem lesznek benne, belőle, még ha nem, akkor még gondok is lehetnek. Ez a legkisebb gond, mi van. Egyszerűen Microsoftos rendszerek nem meg bízhatóak. Is van, hogy nem is annyira beszélek mellé, de a bérem majd Windows 10. Itt van, megbe is kerül.
Vannak ilyen oldalak, szokás szerint, szervihelpa, benne a Windows 10, egyik a legjobb. Hogy hibás! Frissítések miatt nem működik a File Explorer. Hibák vannak benne. Most ezen el vannak keveredve. Hogy hibás? Illetve aki a marketingét. Mik is vannak benne. Reklámok. Aorus kártyák. Microsoftos. Itt van, melybe is kerül. A Windows 10. Látni, mik is vannak rajta. Lehet venni. Vegye egy számítógépet, ami támogat van a és megveszed, és akkor jó. És jó fog lenni a kép. Veszél kassz egy újat, és azon át az újabb funkciókat, a modellezést, Paint 3D-t, egyéb más mindent, kibíz próbálni rajta. És akkor vesz egy laptopot, menő, addig van rajta gombok, már touchpad is van, egyéb más minden. Ez olyan érintő képernyő akar már lenni. Mit nem tudom már, még. Van itt is fele neki, itt van másik fele neki. Screen, hogy screenes a neki a érintőképernyős a képernyője, már dupla képernyő van rajta, nem egy van, hanem két képernyő. Kiből nyitni az a nagy képernyő, a másik meg érintő. Ilyen újítások vannak, egyre modernabbak lesznek, és mi történik a régikkel? Például dobnak a szemétbe, az afrikaiak azon át tüzelik, mérgezzék magukat, és ezért nem kell a Microsoftos termékekre frissíteni, helyette vannak más a distrók, alapú rendszerek, Linux alapú rendszerek, amik ki vannak fejlesztve olyan gépekre, amik több mint 10-15 évesek, hogy a netezésre, modellezésre, egyéb másra elegendők legyenek. Arra is lesz majd szó egy másik videóba, az külön rész fog lenni, most csak így ilyen bevezetőként, el lett mondva nagyjából, hogy mi is, mire lehet számítani. Ez ilyen, ez a videózások annyi volt röviden a fontossága, hogy valamit nem nézek tévét, így a tévé helyett csinálni valami értelmesebbet, mint a tévénézés. Ez kb. Ugyanannyi időt vesz el, mint ha minden nap megnézik egy vagy két darab filmet, az kb. Két és fél óra hossza. Szóval akkor tovább lehet nézni, hogy mi is történt eddig. Feltelepültem már a rendszer. Még nem, én mindig frissítgeti a rendszer. Jó, lassan, szépen, nyugodtan. Lassan be fogja fejezni a rendszert. Gyorsabb lett volna a telepítője, ha nem. Mentem volna rá a frissítésekre. Hát, most már
meg fog lenni, le fogja törülni a fölösleges csomagfálokat. Azt jelenti, hogy nem sokára be fog települni a be lesz fejezve a telepítése neki. És kb. 40 perc fog tartani. Az egész videó. Most se jön meg a butos részét neki. Az 5.4-es.09-es kellene fog indulni a rendszer. Nem soká vége fog lenni neki. Tovább megy. Telepítő. Most csak be fogja fejezni. Tovább lehet nézni is a Bistrovácssal, mik is vannak rajta még. Itt helyen van az Ubuntu. Milyen rendszerek is vannak rajta. Mik is, mik nem. Látható rajta az Ubuntu, az 5. helyen van. Oszli. Az eredeti verszió. Több módosított verziója is van neki. Na még belemosta. Látható, hogy mit is van. Snap. Más minden. Lehetnek. Még töltve a frissítéseket. Olyan. 7 percig. Tovább.
Köszönöm a figyelmeteket. A szöveg részes része eddig tartó. Köszönöm a figyelmeteket. Szevasztok!